A kísérlet célja elhullám a szemléltetése. Ehhez felhasználunk egy rezgetőgépet és egy enyhén megfeszített, egyik végén rögzített gumiketelet. Bekapcsoljuk a gépet, megnöveljük az amplitúdot, majd különböző frekvencián megnézzük a kísérletet. A gépből kiindulunk, és a rögzített végéről visszaverődő hullámok összeütköznek. Tehát körülbelül 7 hercen egy egész hullámhossznyi álló hullám alakult ki a gumiszalagon. Kialakult egy csomópont, továbbá a rögzítésnél is egy csomópont, és két helyen duzzogó. A frekvencia növelésével, ami most körülbelül 12 herc, a duzzadó helyek és a csomópontok száma növekszik, és ezáltal a hullámhoz hossza csökken. Itt van egy, illetve itt van még egy csomópont, és közte van egy hullámhossz. Adott hosszúságú műszalagon csak a megfelelő frekvencia mellett alakulnak ki álló hullámok. Az álló hullám a kiinduló és a visszaverődő hullámok interferenciája. Látható, hogy a frekvencia növelésével a hullámhossz csökken, a kettő között fordított arányosság van.